Június első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Sátorajaújhelyen a hagyomány szerint az önkormányzat köszöntötte a település iskoláiban, óvodáiban tevékenykedő pedagógusokat. Szamosvölgyi Péter polgármester ünnepi köszöntő beszédében kiemelte, hogy a járványhelyzetre való tekintettel az online oktatásban nehezebb volt a pedagógusok dolga, azonban ezt itt oly módon oldották meg városunkban, hogy az kiemelkedő. Inkább azt mondanám, hogy egy érdekes, szerintem nehéz kihívásnak kellett megfelelniük, de én azt hiszem, hogy a mi városunkban ez sikerült, és úgy érzem, hogy a szülők is hasonlóképpen vélekednek erről, és a gyerekek is, nem utolsó sorban, hogy kell-e majd esetleg valamit pótolni, vagy tudtak-e azóta, mióta újra nyitottak az iskolák, és jövőre, szeptemberben kell rájösíteni, ezt majd az adott osztály, vagy az adott diák hozzáállása, tudása szabja meg. Az ünnepségen adták át Sátorajaújhely önkormányzatának nevelődíját, melyet idén erdélyi Kocsis Csilla nyugalmazott középiskolai tanár kapott meg, azonban bizonyos indokoknál fogva nem tudott jelen lenni az ünnepségen. Az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott pedagógus szolgálati emlékéremben részesült Juhászni Jungvári Magdolna, a Sátorajaújhelyi Árpádházi Szent Margit katolikus általános iskolis óvoda pedagógusa. A pedagógus meghatódva mesélt munkásságának legemlékezetesebb pillanatairól. Talán ami a legemlékezetesebb az, amikor itt a kistérségi munkaközösségnek, az idegennyelvi munkaközösségnek voltam vezetője, akkor úgy gondolom, hogy olyan szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szerveztünk nyelvtanároknak, nem csak angol szakosoknak, hanem német szakosoknak is. Apácai Csere János díjban részesült Palic István, a Deákúti óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő, iskolafejlesztő nevelést, oktatást végző iskola, kollégium és egymi intézmény vezetője. Magas színvonalú munkájáért a sajátos nevelésű igényű tanulók nevelésére, oktatására irányuló innovatív tevékenységért részesült ebben a kitüntetésben. A díjat dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrás minisztere adja át Budapesten, de Sátorajaújhely város önkormányzata is gratulált Palic István intézmény vezetőnek. Mondjuk úgy, hogy még nem kaptam meg, csak már tudok róla rövid idő óta, hiszen kedves kollégáim ezt olyan ügyesen terjesztették fel, és kértek hozzá támogatást polgármester úrtól, aki maga is pedagógus, hogy néhány nappal ezelőtt kapta meg az értesítést arról, hogy Apácai Csere János díjban fogok részesülni. A járványügyi helyzetre való tekintettel idén nem adtak át díszokleveleket, erre az önkormányzat egy későbbi időpontot jelöl ki.